a Mindenki Akadémiája színpadán Gundel János, agrármérnök táplálkozáskutató. Szeretettel üdvözlöm Önöket. Kérném szépen, a sors és a jóisten kegyéből én egy olyan családba születtem, ahol apai és anyai ágon is nagyon híres őseim voltak. Az apai ágon a Gundel vendéglátós család, anyai ágon pedig operaénekesek voltak, és ő pedig a Székelyhídi család. Gundel János ma már vendégként érkezik híres nagyapja Gundel Károly egykori Városligeti éttermébe. Kozma Kálmán házigazgató mindig örömmel fogadja. Ahogy az agrármérnök meséli, az átépítések miatt szinte rá sem lehet ismerni az épület belsejére, amelynek első emelete 1949-ig a vendéglő államosításáig a neves dinasztia tagjainak otthonául szolgált. Itt az emeleti részen a család lakott, ide a vendégek nem jöhettek fel. Itt voltak a különböző hálószobák, fürdőszobák, volt egy nagyon szép ebédlő, és volt egy nagy szalon, a sarok terem volt, ahol a család össze tudott ülni. Amely óriási volt. Gundel Károlynak 13 gyermeke és 26 unokája született. Köztük hatodikként az emeritus professzor, aki a színész király Latinovics Zoltán unokatestvéreként látta meg a napvilágot, Székelyhídi Mária és Gundel Ferenc első gyermekeként. A nagy családban én voltam az a fiú, nem a legidősebb fiú, de az a fiú, aki a nevet tovább viszi. Ebből a szempontból kicsit külön is kezeltek. Írtak a szüleim egy naplót a gyerekkoromról. Abban például az van, hogy amikor megszülettem, akkor minden külön értesítés helyett mindenkinek csak annyi ment ki, hogy fiú. 5 éves koromig voltunk itt, ezen a részen laktunk, és a háborús körülmények között kellett a szüleimnek innen máshova elköltözni, és ott folytatódott aztán az életem. 3 évvel később veszítették el az éttermet, ám kisfiúként még nem érzékelte, ahogy fogalmaz, hogyan dobálja szüleit a rendszer. Kiskamasz korában, hogy a családját segítse, ő is a vendéglátásban kezdett dolgozni. Az 1950-es évektől nyaranta nápolyit árult a Népstadionban, később presszókban és éttermekben szolgált fel. Gimnazistaként atletizált, a külföldre jutás reményében sokáig sportoló szeretett volna lenni. Az akkori rendszerben egy ifjú Gundelnek nem engedték, hogy a családi vonalon tanuljon tovább. Nagyon fontos volt, hogy egy vendéglősnek ne legyen vendéglős a gyereke, ezért engem szinte beajánlottak az agrár felsőoktatásba, illetve így kerültem Moson-Magyaróvárra, a Mezőgazdasági Akadémiára. Így Gundel János okleveles agrármérnök lett. A professzor feleségével Zsuzsával Budapesten él. Nagyon büszke 2 gyermekére, Károlyra és Gabriellára, valamint 3 unokájára. A vendéglátós hagyományokat a fia viszi tovább. Átkerültem az asztaltól a konyha elé. Azt nem tudom eldönteni, hogy ez jó vagy nem jó, ami történt. Hála Istennek a lehetőségekhez képest jól történt. Én a tudományágamban elértem tudományos címeket, valahogy ez úgy jól megy. Amikor a Gundelekről beszélünk, akkor először Gundel Jánosról kell szólni, aki a dédnagyapám volt, és azután Gundel Károlyról, aki a nagyapám volt, és akik messze megelőzték korukat azokkal a tettekkel, amelyeket ők nem így hívtak, de mi ma úgy hívjuk, hogy élelmiszerbiztonság, hogy marketing, aminek az eredményeként az 1930-as évekre a magyar vendéglátás és gasztronómia világhírű lett, és nem mi mondtuk magunkról, hanem a világ mondta mi rólunk. Gundel János 1967-től nyugdíjazásáig Herceghalomban, a mai Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézetben dolgozott.
1984-től a Takarmányozási Intézet igazgatója, 1991 és 2006 között pedig az egész intézmény főigazgató helyettese volt. Szakértelmét máshol is kamatoztatta, a Gödöllői, a Moson-Magyaróvári és a Debreceni Egyetemen oktatta a jövő mezőgazdászait. 380 tanulmánya jelent meg itthon és külföldön, 15 mezőgazdasági szakkönyvnek pedig társszerzője. Mindig valahol úgy látszik a véremben volt az, hogy nem azért tartunk állatot, hogy tartsuk, hanem azért, hogy megegyük. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kísérletet fejeztünk be úgy, hogy szakmailag úgy mondják organoleptikus próbát csináltunk, vagyis csináltunk belőle valami ételkészítményt, összehasonlítottuk a különböző kísérletekből származó állatokat, mi az ízkülönbség. A mezőgazdasági tudomány kandidátusát évtizedek óta foglalkoztatják az állati és a humán táplálkozás összefüggései. Munkásságát a többi között két a Magyar Táplálkozástudományi Társaság Tangl Ferenc díjával, 2016-ban pedig a Moson-Magyaróvári Egyetem Wittmann Antal díjával ismerték el. Én ott voltam édesapádnak a 60. születésnapja alkalmából rendezett gála vacsorán. Tavaly megünnepeltük a 100 éves születésnapját, mert ugye 1917-ben született, és hát 20 évig tanított ott a főiskolán. A professzort mindig is érdekelte a Gundel család története. A sors fintora, hogy Gundel János végül is a Budapesti Gazdasági Egyetemen azt a tanszéket vezette 6 évig, amelynek édesapja egyik alapítója volt, és ahol ő maga nem tanulhatott tovább. Táplálkozáskutatóként ma is a Vendéglátás Intézeti Tanszéken tanít élelmi anyagismeretet és vendéglátás történetet. A régi idők konyhája és a nemzetközi gasztronómia tantárgyakat pedig az Orvostudományi Egyetem Egészségtudományi Karán, valamint Csíkszeredán a Sapientia Egyetemen oktatja. Hát bizony kérem, mikor a vendég leül az étteremben és válogatni kezd az étlapon, nem is sejti, mennyi munka és gond kell hozzá, hogy minden kifogástalan kerüljön elő. Gundel János mindig nagy örömmel hallgatja ezt az 1940-es évek elején készült rádióriportot, egy olyan felvételt, amely nagyapja Gundel Károly hangját nem csak megőrizte, hanem egész vendéglátós arszpolitikáját csodálatosan bemutatja. Én nekem az őseim nagyon fontosak, és az, amivel ők foglalkoztak. Függetlenül attól, hogy én az ő útjukat követem-e, vagy valami más utat. De amit ők megmutattak nekem, azon az úton szeretnék menni, és szerettem volna menni. Nekem ez a természetes. A színpadon Gundel János agrármérnök, táplálkozáskutató, és témája a Gundel örökség, mint hungarikum. Gundel Károly városligeti vendéglője és annak konyhája mindmáig a minőség etalonja Magyarországon. Ez egy nagyon szuper örökség, és ez az örökség egy ránk hagyott maradandó érték, amit elődeim gondolataikkal, tetteikkel elértek. Tulajdonképpen ma már az 5. generációból is van olyan, aki a vendéglátásban él. Minden generáció hozzátett valamit ehhez az egész műhöz. Nagyon nehéz elbírálni, vagy nagyon nehéz értékelni, mert egy szellemi érték, és nincsen kézzel fogható része, tehát egy gondolatvilág, aminek alapja mindenképpen a magyarság. És ez a családi életmű először 1999-ben kapott nagyobb kitüntetést, már mai értelembe vett nagyobb kitüntetést, Magyar Örökségdíjat kapott. A konyhakultúra fejlesztéséért, a vendéglátás művészetének a kifejlesztéséért, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy művészet, amit a konyhán csinálunk. Csinálnak a vendéglőbe a professzionális emberek, és csinálunk otthon, amikor vendéget várunk. Csak egy olyan művészet, amit jó étvágyal megeszünk. És nem marad utána semmi, de az érzékeink, az érzeteink, azok jól járnak vele.
Ezt követte aztán az, és ez a csodálatos ebbe az örökségbe, és kivételes, hogy megfelel a hungarikumokkal szemben támasztott követelményeknek, vagyis magyarságunkra jellemző, nemzetközileg elismert tevékenység, amire büszkének kell lennünk. Ez 2014-ben született meg, és része egyrészt a szellemi örökség, másrészt maga az étterem. A kis magyar szakácskönyv, ami 1934-ben született, az németül, angolul és franciául született először, azért, hogy az ide látogató külföldiek kaphassanak egy kis szakácskönyvet, és mai értelembe vett pocket book volt ez a kis könyv, tehát nem nagyobb, mint egy nagyobb levelezőlap, és nem olyan nagyon sok recepttel. És abban ilyen egy jó humorú bácsi lehetett a nagypapa, és abba írja, hogy hát ő nem akar különlegességeket, és hát nagyon furcsának találja, hogy hát az akkori konyhának a csúfságára, de van egy étel, a töltött káposzta, ami zsíros, meg savas, meg nem tudom mi minden, és a vonalak ellen van, és hogy vajon mit fognak szólni hozzá néhány évtized múlva az emberek, hogy mi itten ebben az időben milyen zsíros dolgokat ettünk, de hát mit csináljak, ha az emberek keresik a receptjét? Hát leírom. És ugye azt már csak én teszem hozzá, hogy ezekből az ételekből 10 millió recept van Magyarországon, mert mindenki tudja, hogy hogyan a legjobb. Amikor megjelent ez a kis magyar szakácskönyv idegen nyelven, akkor állítólag a magyar háziasszonyok fölháborodtak, hogy mégiscsak furcsa, hogy külföldieknek van Gundel szakácskönyv, és a magyaroknak nincsen. És akkor pár év késéssel jelent meg magyar nyelven. Később, ugye hát államosítás meg minden, ez a szakácskönyv az 1958-as brüsszeli világkiállításra jelent meg újra. Azóta már 10 nyelven, több mint 150 kiadásban és 2,5 millió példányban terjedt el az egész világon, úgyhogy egy elég komoly dolog volt. És ennek az egész dolognak előzménye volt a dédnagypapa, ugye a Gundel János, aki Bajorországban született, idejött Magyarországra, Johann Ádám Gundelnek hívták őt, itt aztán különböző helyeken dolgozott, végigjárta a ranglétrát, voltak neki vendéglői, úgy megtanult magyarul, hogy előadásokat tudott tartani magyarul, és például olyan dolgokért harcolt, hogy helyes magyar nyelvet használjanak az étlapokon, ami hát néha ma is jó lenne. És a Mikszáth Kálmán volt törzsvendége, ott az Akadémia utca elején volt az István főherceg fogadó, ott készítette a Mikszáth Kálmán tiszteletére a palóclevest, azért hívják palócnak, mert a nagy palóc részére készült, és a Mikszáth Kálmán írta le róla, hogy a Gundel János magyarrá vált, és magyarnak nevelte a gyerekeit. És ez áthatotta az egész tevékenységét, azzal együtt, hogy a Bécsi Sörház című vendéglőjébe ő hozta be Bécsből a bécsi szeletet, meg ő hozta be a főtt marhahúst tormával, meg egy pár ilyen bécsi dolgot ő indított el, és mégis magyarrá vált, és magyar lett. És hát a család meglehetősen nagy, Gundel Jánosnak 6 gyereke volt, a Gundel Károlynak 13, és ugyanebben az időben ő a gyerekeit is úgy nevelte, és azt mondta, hogy magyar szívünk és lelkünk optimizmusával a jobb és szebb kulturáltabb jövőt akarjuk munkálni. És ebben a szellemben tanította őket. És tanította őket a család fontosságára, és ebben a vendéglátásnak nagyon nagy szerepe van, hiszen azt mondta, hogy a nagy dolgok, nagy megbékülések, nagy örömök legkönnyebben a terített asztal mellett születnek. És ő a vendéget nem úgy tekintette, mint akinek pénzért ételt és italt ad, hanem úgy, mint egy vendéget, aki megtiszteli őt a látogatásával, és ezért családtagnak tekinti. És hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy a legsoványabb, legszerényebb konyha is lehet jó. A legsoványabb, a legszűkösebb étel is lehet ízletes. Mindent lehet ízletesen tálalni, és a legfinomabbat is ízléstelenül. Mert nem csak a szájunkkal eszünk, a szemünkkel, az orrunkkal és az egész létünkkel. És azt mondja, hogy művészi magaslatokba emelkedhet egy egyszerű étel,
egy pörkölt, vagy valami. És kimondottan rossz lehet egy libamájpástétom is. És a jó ételnek sem felfelé, sem lefelé nincsen értékhatára. És ami a nagyon fontos megjegyzése, hogy higgyétek el, a szív, kedv és szeretet nélkül készült étel olyan, mint aki készítette. Ezt a szeretetet, ezt a kedvet, ezt a szívet szeretném belopni, becsempészni mindenkibe, aki kis vagy nagy konyhán, szegényen vagy gazdagon, szerény fazékban, ragyogó üstben, gázon vagy egyéb tűzhelyen, olcsóbb vagy drágább anyagokból süt, főz családjának, vendégeinek, vagy teljesen idegeneknek az örömére és a gyönyörűségére. Az a csodálatos a vendéglátásban és a gasztronómiában, hogy örömet akarunk szerezni azoknak, akik odajönnek hozzánk. És ezért teszünk meg mindent. És tessék elhinni, és ő is máshol leírja, hogy a vendégnek semmi köze ahhoz, hogy milyen fáradtsággal készítettem én ezt el, mert én szívvel és kedvel készítettem, és akkor nem számít a fáradtság. Tehát, hogyha egy professzionális vendéglőbe vagyok, ott sem tartozik a vendégre, hogy voltak-e nehézségeim, vagy nem voltak. És még egy nagyon fontos gondolat van, és ez a pincér és a vendéglős, akinek egy különleges feladata van, ő neki kontaktust kell tartani a vendéggel. Ki kell találni, hogy mihez van kedve. És azt mondja, és egy csodálatos mondás, hogy amelyik pincér nem tud mosolyogni, az jobban tette volna, ha vendégnek születik. És ez tényleg így van. Sajnos az a baj ma, ez nem az ő idejében volt, hogy nagyon leegyszerűsödött a fogyasztásunk. És a vendéglős ismerősök mondják, hogy ha végre egy családnak van pénze, hogy elmenjen egy vendéglőbe, akkor ugyanazt eszi, amit otthon. És annak idején, mikor én először mentem külföldre, az édesapám mondta, hogy mindig kóstold meg azt, amit ott esznek, ahova mész. Mert amit néhány millió ember szeret, az nem lehet rossz, csak szokatlan. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az idejövő vendégeknek megmutassuk a magyar konyhát. Egy francia nem valószínű, hogy azért jön Budapestre, hogy valami francia ételt tegyen. És ott a nagypapáéknál és abban az időben nem csak ők, hanem minden más vendéglőbe, gyakran más étlap volt délbe, mint este. És akkor, amikor nem volt ilyen modern technológia, mint ma, 30-40 étel volt az étlapon. Ma pedig, hát nem egészen ez a szokás. Tehát ez a foglalkozás, ez egy nagyon fontos dolog, hogy úgy tudjak beszélni a vendéggel, hogy én udvarias legyek, de ne legyek alázatos, és az igényeit ki tudjam elégíteni, és egy a fehér asztal örömét tudjam biztosítani a részére. És ehhez a dologhoz tartozik még egy másik nagyon fontos gondolat. Ez pedig röviden úgy hangzik, hogy jó alapanyagból lehet rosszat főzni, nagyon könnyű, de rosszból nem igazán lehet jót. Ő ezért nagyon sokat tett, és nagyon sok példát mutatott. Először is körülbelül 20 olyan étel van ezekben a mai szakácskönyvekben, ami valahogyan ő hozzá személyesen, vagy az ő vendéglőjéhez kötődik. Ugye hát a legismertebb a gundelpalacsinta, meg a somlói galuska, de van gundelborda, van fogas gundelmódra, van kárpáti fogas, és még egy csomó minden pittsburghi sertés borda és más ilyen ételek. Nagyon fontosak, nagyon finomak és nagyon jók, és érdemes kipróbálni. És amit ő még leírt, és megint csak nagyon fontos, hogy a magyar ételek ízeinek visszaadásához magyar zsírt, zöld paprikát és piros paprikát, paradicsomot és hagymát kell beszerezni. És ezért igazán jó magyar ételeket csak itthon tudunk megcsinálni. Amikor külföldre mennek a szakácsaink, akkor viszik magukkal a hagymát, meg a zöld paprikát, mert azt nem lehet pótolni. Ugye ma sokat olvashatunk róla, hogy a vendéglők saját termékeket állítsanak elő, és
Ő ezt 80-90 évvel ezelőtt megcsinálta. Például béreltek sertésizladát a kőbányai nagy sertésizladába, és oda kivitték a vendéglői moslékot, kiegészítették, és azzal hizlaltak. Budafokon volt kis kertészete, ahol primőr zöldségeket állított elő a saját vendéglője részére, meg virágokat. A borokat ő közvetlenül vette meg a borászoktól, és volt saját pincéje. Ott a ligetbe is, meg bérelt is volt. És ami még egy nagyon érdekes dolog az életében, 1939-ben volt a New York-i világkiállítás, és a fiát egy évvel előbb kiküldte, hogy vigyen ki paprika, zöld paprika, paradicsom, csemege uborka, meg csemege kukorica vetőmagot, és egy farmer termeljen ebből valamit. Nyilván nem ugyanaz az íze lett, de ott a vendéglőbe, a magyar vendéglőbe el lehetett mondani, hogy ez magyar vetőmagból készült kovászos uborka, vagy uborka saláta, vagy akármi. De kérem, 1938-ról beszélünk, nem most. És ami érdekes, hogy 600 vendéglőssel volt nekik beszerző részvénytársaságuk. Tehát meg tudták rendelni a vendéglő részére, amit akartak. És azt mondja a mi konyhánkról, nagyon jó pofán, hogy védj egy konyhát, melynek ükapja kaukázusi, dédanyja olasz, nagyapja török, sógora osztrák, nagybátyja francia, és keres ehhez egy népet, melynek fejlett ízlése van, és érzéke és kedve a főzéshez. És ha mindez elkészült, ne felejtsd el, hogy milyen sok függ a tálalástól és a körítéstől. És ez mutatja, hogy nekünk itt a Kárpát-medencében mennyi kapcsolatunk volt, akiktől átvettünk tapasztalatokat, beépítettük a magyar konyhába, és most már a miénk. És ettől lett a mi konyhánk olyan nagyon-nagyon-nagyon finom. És amit ő is felfedezett már akkor, a konyha fejlődése nem ismer megállást. Hozzá idomul a változó, a korral fejlődő életviszonyokhoz és körülményekhez. És ez egy nagyon fontos dolog, de nem szabad elfelejteni a hagyományokat, nem szabad elfelejteni a magyarságunkat. És magyar alapanyagokból és magyar módszerekkel kell csinálni. Az 1800-as évek végén már a Gundel János és a kortársai kisebb adagot, nem olyan fűszereset, nem olyan zsírosat, de maradjon meg az eredeti íz, mert az nagyon fontos, hogy azt megtaláljuk. És ez azért kell, hogy a vendégeknek megszerezzük azt az örömet, ami a fehér asztal mellett elvárható, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a magyar kultúrának a része. Erre büszkének kell lennünk, és ezt tovább kell csinálni. És a Gundel örökség, leszármazottak, és a tanítványok, és minden magyar vendéglős munkájában él tovább, de a Gundel örökség része a tanulmányoknak, a szakmunkás képzéstől az egyetemi képzésig, mert olyan sok hasznos gondolat van benne, aminek mindenképpen meg kell lenni. És még egy érdekesség van, hogy néhány évvel ezelőtt a vendéglátós szakma létrehozta a Gundel Károly díjat, és azóta minden évben 1-3 ember megkapja az életművéért, de az egyik legjobb szakközépiskolát is őróla nevezték el, és az Gundel Károly szakközépiskola. A Gundel Károly örökségét, eszmeiségét, a magyar gasztronómia iránti elkötelezettségét, magyarságát kell bemutatnunk a hazai és külföldi vendégeinknek, és megtanítani a mai és jövőbeli vendéglátósoknak, szakácsoknak és háziasszonyoknak. És hadd tegyem még hozzá mindenekelőtt a gyerekeinknek. Őnekik kell ezt megtanítani. Vonjuk be őket a főzésbe. Adjuk a kezükbe a kést, adjuk kezükbe a kavarókanalat, tanítsuk meg őket, és igyekezzük megtanítani nekik a változatosságot, a magyar föld kínálatát. Ne csak rántott húst tegyenek, mást is egyenek, nagyon sokféle, leves van, köret van, mindenféle. Tanítsuk meg őket, vegyünk nekik egy kis kötényt, mert ugye régen kötény nélkül senki nem ment ki a konyhába, és még egy dolog van, amit én el szoktam mondani, nem a nagypapa dolgában van benne, hogy a hajukat, a fejüket kössék be. Ugye a régi magyar mondás volt, hogy asszony lett a lányból, bekötötték a fejét.
mert ezentúl ő ment ki a konyhába, és hát bizony a tisztaság, a rend, az nagyon fontos. És itt jön be a nagypapa munkájába a mai nyelven vett HACCP, az élelmiszerbiztonság, a tisztaság, az árunak a frissessége, és mindenféle, ami ehhez a gondolathoz hozzátartozik. És mindez azért kell, hogy meg tudjuk szerezni a vendégeknek azt a kis örömet, amit a fehér asztal mellett jó étvágyjal elvár. És ami nagyon fontos a vendéglátásban, nem csak az, hogy jól érezze magát a vendég, annyira érezze jól magát, hogy vissza akarjon jönni. Az az igazi, ha visszajön a törzs vendég. Befejezésül engedjék meg, hogy egy saját magam által kitalált kis versikével köszönjek el önöktől, és ezt ajánlom a saját gyerekeimnek, tanítom a gyerekeknek az iskolába, de tanítom minden családnak, mert ez minden családra érvényes. Sok szép emlék maradjatok, a jövőre utat mutassatok, őseink emlékével éljünk, mert nekik köszönhetjük létünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Mindenki akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.